A héten tartották Berekfürdőben a nagykunsági nemzetközi kézműves tábort, amelyről Andrássy Mihály karcagi fafaragót kérdeztük. Mint megtudtuk, az egyhetes tábor résztvevői már sokadik alkalommal vannak a településen. Sok kézműves alkotást készítettek már a falunak. Nagyon örülünk, hogy itt lehetünk, ez mindig nagy élmény számunkra. Hát nagyon sok mindent csináltunk már itt Berekfürdő számára. Az elejében csináltunk utcanévtáblákat, volt egy ilyen kunkapu projektünk, csináltunk padokat, csináltunk könyvespolcot, tehát ami éppen szükség volt a Berekfürdő számára, azt mi szívesen elkészítettük. Most Kocsis Lajos, Sinka István, Andrássy Mihály, Csiszer András, György Gábor fafaragó, Szűcs Imre fazekas, Andrássy Népeszeki Ágnes mézes kalácsos, Luka Lajos veszőfonó alkottak együtt. Reméljük, hogy lesz még ilyen tábor, több is. Most különben tervezünk egy nagyon szép dolgot. Elhatároztuk a fafaragókkal, hogy egy ilyen betlehemes dolgot fogunk létrehozni, és most tervezgetjük ezt. És a következő tábornak ez lesz a témája. A faragók virágládákat készítettek a falu köztereire, mert készült már utcatábla, pad és sok más köztéri alkotás is. A virágládák mellett egy ajándékszobrot is faragtak. Most virágládát készítünk itt a falu számára, és akkor itt köztéren lesz elhelyezve, meg csinálunk egy nagyon szép ajándéktárgyat, amit majd átadunk egy úriembernek, mikor eljön az ideje. A táborozók a napi több órás alkotás után a bereki gyógyvíz áldásos hatását is élvezték.